Ja znam kevog ili valjoca, bi te se bila hva, bi se njeli prešli u kezi kod kova šak. A šo kod šak od pedi kod zritonik manje, kod eti pogaho su oni dva luna liki. A valaki in kanal okod jönnik, kagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövesse engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Valaki pedig elveszti az ő életét én életem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt van? Ahogy mit adhat az ember váltságban az ő lelkéért? Mert valaki szégyel engem, és az én beszédeimet, e parázva és bűnös nemzetség között, az embernek ki is szégyelni fogja azt, mikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Eddig az ige olvasásának imádkozik. Sokféle pénz forog a kezünkben, van új, szép, sima bankegy, és van gyűrött, kopott, szakadt, összetirkált, összepecsételt bankegy. Kérdés, amikor fizetni kell, melyiktől válunk meg szívesebben? Gondolom, hogy legtöbben attól, amelyik nem olyan jól néz ki. A rossz minőségűtől. És ha lehet, és minél több ideig van lehet, ragaszkodunk ahhoz, amely szép, sima, nem kopott, lehetőleg minél újra. Ezek szerint valójában melyik pénz az, ami többet van a forgalomban? A jó minőségű vagy a rossz minőségű? A rossz minőségű, mert a jó minőségű tartjuk magunknál. Az nem jár annyit az emberek kezében, nem jár ott a forgalomban. Vajon csak mi, akik ebben a teremben vagyunk, szoktunk így csinálni? Nem? Tulajdonképpen legtöbb ember hajlamos erre az egész világon. Ezt már régen megfigyelték. A 16. században volt egy angol úriember, akinek az volt a neve, hogy Thomas Gresham, aki egy elvet, egy törvényt állapított meg ezzel kapcsolatosan, egy törvényszerűséget, és azóta is a pénzforgalom tudományában utalnak ő rá, és úgy is nevezik, hogy a Gresham-féle elv, amely szerint a rossz minőségű pénz kiszorítja a forgalomból a jó minőségét. Különben 40 évvel korábban, mint ő, Nikolaus Kopernikus, a híres csillagász, megállapította ő is ezt a törvényszerűséget, úgyhogy Európának különböző részein, főleg Kelet-Európában inkább a Kopernikus-féle alapelvnek mondják ezt. Tény az, hogy ezzel számolunk, ez így van a közgazdaságban. Ma az élet sok területén érvényes a Gresham törvény. Néhány példát hozzak. Ha az internetre gondolunk, vannak honlapok, vannak blogok, és sok ilyen honlapon van fórum, ahol lehet kommentálni. És hogyha adódik egy kérdéses téma, az emberek tudnak könnyen hozzászólni, és sokkal nagyobb a hajlam arra, hogy a kritizáló, ledorongoló, egész rossz hangnemben megszólaló észrevételek oda kerüljenek, és lassan-lassan egy ilyen fórum beszélgetésből kiszorítja a negatív beidegzésű és hangvételű beszélgetést a pozitív, az építő jelenet. Vagy egy másik példa, áltatlan példa, azt mondjuk, hogy itt vagyunk a gyülekezetben, és megérkezünk 6 óra előtt egy kevés időben. És először csend van. Aztán kezdenek az emberek beszélgetni. Persze itt is beszélgetnek, ott is beszélgetnek, ahol is beszélgetnek. Lassan-lassan mind többen beszélgettek, és lassan-lassan mind nagyobb lesz az zaj. Úgy szoktam nevezni szentsibogás. És hát mind inkább a zaj kiszorítja ugye a forgalomból a csendet. Van egy ilyen hajlam, és az ember láthatja, hogy nagyon sok területen ez az úgynevezett Gresham törvény érvényes. A vallással és a lelki élettel kapcsolatosan is van egy ilyen úgynevezett Gresham törvény. Miért? Azért, mert valahogy mindenki ezt megfogalmazni. A kevésbé lelki dolgok, ha a lelki dolgokkal együtt vannak forgalomban, hajlamosak arra, hogy kiszorítsák az utóbbiakat. Az életünkben a kevésbé lelki dolgok hajlamosak arra, hogy kiszorítsák a forgalomból a lelki dolgokat.
Az Úr Jézus például ezt észrevette a templomban. Amikor a templom megtisztítását végezte, mit tett tulajdonképpen? Valaminek, egy folyamatnak akart véget vetni, mert látta azt, hogy a kevésbé lelki dolgok, galambárosítás, különböző más állatoknak az árusítása, a pénzváltás, mindenféle kereskedés kiszorította a forgalomból az Isten imádatát, az igazi lelki dolgokat. És azért mondja azt, hogy igazából az, hogy az én atyának háza minden ház, imádság háza. Látta ő is, hogy van egy ilyen tendencia. És nem csak akkor volt ez, mindig is így volt, hogy a kevésbé lelki dolgok hajlamosak arra, hogy kiszorítsák a lelki dolgokat. A mindennapi életünkben is tapasztaljuk ezt. Ha csak a gondolatvilágunkra gondolunk. Agyunknak az ideg pályáin. Legtöbbünknél elég nagy a forgalom. Van a modul is a forgalom, de legtöbbnél nagy a forgalom. Ezeken az agy ideg pályákon. Vajon a forgalom hogy néz ki? A kevésbé lelki dolgok nem szorítják onnan azokra az ideg pályákon, a forgalomból a lelki dolgokat? De igen, nagyon sokszor. Van egy ilyen törvényszerűség. Gershom törvényszerűség, Kopernikus törvényszerűség, akárhogy nevezzük, van egy ilyen törvényszerűség, hogy hajlamosnak vagyunk arra, hogy az agyunkból is, a gondolatvilágunkból is a lelki dolgokat kiszorítsák a kevésbé lelki dolgok. Milyen mértékben kellene, hogy foglalkozzon az ember, a hívő ember a lelki dolgokkal? Milyen mértékben? Nagy mértékben. Milyen mértékben kellene törődni a saját lelkében? Nagy mértékben. Milyen mértékben kellene törődni a mások lelkében? Nagy mértékben. A felolvasott ígében pont erről van szó. Elmondja az Úr, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, kövessen engem, és azt mondja, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, vagyis ezek a nem lelki dolgok, de a lelkében kárva. Sokkal fontosabb az, hogy a lelkünkkel foglalkozunk, mint azokkal a dolgokkal, amelyek nem kapcsolatosak a lelkünkkel, nem lelki dolgok, azért, mert ez a legfontosabb. Valaki eléggé törődött velünk ahhoz, hogy például az evangéliumot elmondja nekünk. Volt valaki, egy szomszédasszony, egy ismerős, egy munkatárs, egy rokon, egy testvér gyülekezetből valaki törődött velünk eléggé ahhoz, hogy nekünk elmondja az evangéliumot. Vagy hogy meghívjon, hogy hallgassuk meg az evangéliumot. Hát akkor nekünk is feladatunk az, hogy mi is törődjünk másoknak a lelkével, és természetesen törődjünk a saját lelkünket is. Egy kérdésre próbáljuk válaszolni, és ahogy négy válaszolni szeretnék felsorolni. A kérdés pedig az, hogy miért kellene törődnünk a lelkekkel? Lehetne a címe is ennek a prédikációnak. Miért kellene törődnünk a lelkekkel? És a lelkek alatt értjük a saját lelkünket, és másoknak a lelkét is. Az első válasz erre az, hogy azért, mert Isten is törődik a lelkünkkel. Isten annyira törődött a lelkünkkel, hogy belefoglalta az ő örökké való tervébe. Ha a Cselekedetek könyve 15. részéhez megyünk, ott a 17. 18. versben valami ilyesmit olvasunk, amit pontosan erre utal, hogy Isten belefoglalta az ő örökké való tervébe ezt. Azt mondja, hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat és a pogányok mindnyájan, akik az én nevemről neveztetnek, mondja az Úr. Ezt mondja az Úr, aki mindezeket megcselekszi, tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedeteit. Tehát Isten az ő örökké való tervébe belefoglalta az emberek lelkének a sorsát. Ő a nagy tervező, aki számításba vette a mi lelkünket is az ő örökké való tervébe. Vannak tervező mérnökök, vannak építészek, vannak tervezők, akik különböző részlegen, különböző területen terveket készítenek. És nem mindegy, hogy egy tervet hogyan készítenek el, minél nagyobb egy terv, annál több hozzáértést, annál több tudást és körültekintést igényel. Ha csak például azt mondjuk, hogy
tervezni kellene egy kétemeletes házat, vagy tervezni kell egy 130 emeletes épületet. Nem mindegy. Nem biztos, hogy a kétemeletes házat meg tudja tervezni, az a 130 emeletes épületet is meg tudja tervezni. Vannak hatalmas, vannak óriási dolgok a világon, amelyekhez óriási tapasztalatra van szükség. És minél nagyobb a terv, annál több mindent kell belefoglalni. Vigyázni, de hogy kimaradjon valami, ami fontos. Testvérek, nincs nagyobb terv, mint az Isten örökkévaló terve a világ mindenségben nézve. Állok és ámulok, és azt mondom, hogy milyen csodálatos Isten, a legnagyobb tervező, aki nem egy-két épületnek, nem egy kontinensnek, nem egy bolygónak, hanem az egész világ mindenségnek a tervezője. Micsoda tudás? Mi lehet Istennek a gondolatvilágában? Amit ő eltervezett örökkévaló tervében ott volt, és testvérek mindezekben ott van, mint fontos tényező a mi lelkünk. Milyen érdekes? Amíg a fontos tényező a mi lelkünk, abban az egész világ mindenségben, amit Isten teremtett, ez itt azt mondja, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de az ő lelkében kárpal. Vagyis, hogyha mérlegre tennék, és az egyik serpenyőben ott lenne az egész világ mindenség, és a másik serpenyőben egy embernek a lelke, akkor melyik az, ami értékesebbnek mutatkozna? Az embernek a lelke. Isten az ő tervében belefoglalta a mi lelkünket, de nem úgy, mint egy ilyen mellékes, nem olyan nagyon fontos elemet. Tehát ugye valamikor a tervező mérnök készíti a tervet, és még beletesz egy-két olyan dolgot, ami hát, ha nincs benne, akkor se történik nagy baj. De annak idején, amikor valaki mondta, hogy készült a terv az ő házával kapcsolatosan, akkor az építész azt mondta, hogy a tervező elég szűkszakú volt. Nem mindent foglal el. Ami nem olyan fontos, az kimarad. Hát a Jóistennek a tervében, az ő örökkévaló tervében az ember lelke nem egy olyan mellékes elem, ami ha ott van, jó, ha nem, úgy is megy, hanem nagyon fontos. Úgyhogy miért törődünk, miért kell törődünk a lelkeket? Hát azért, mert a Jóisten is törődik ugyanilyen, hogy az ő örökkévaló tervében belefoglalta a te és az én lelkemet is. Terve az örökkévalóságra is szól. Ezért sokkal fontosabb a szeretet a lelkünknek, mint azoknak a dolgoknak, amelyek a földi élettel kapcsolatosak. Isten törődik a mi földi életünkkel is. Törődik a mi földi életünknek a részleteiben is. Törődünk, miben öltözünk, hol lakjunk, munkahely, iskola és így tovább. De ennél sokkal fontosabb az örökké valóságra nézve a mi lelkünknek a sorsa. Éppen így van az, hogy Isten belefoglalta az ő tervébe a mi lelkünket. Isten annyira törődött a lelkünkkel, hogy egy tökéletes megváltási tervet hozott létre. Ez is alátámasztja azt, hogy Isten törődik a lelkünkkel. Nem az angyalok vagy az állatok, hanem az emberek lelke lett úgy értékelve, hogy annak megváltást szerezze. A zsidókhoz így levélnek az elején, az első résznek a 13-14. Verseiben ezt húzza alá. Azt mondja, melyik angyalnak gondolta pedig valaha, így az én jobb kezem felül minden ellenségeidet lábaidnak zsámajává teszed. Ahogy nem szolgáló lelkeké, mindazok elküldve szolgál fel azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Mik fogják örökölni az üdvösséget? Az emberek, akik elfogadják az Úr Jézus Krisztus bátság halálát, és megtérnek, és új életet kezdenek. Tehát Isten annyira törődött a lelkünkkel, hogy egy tökéletes megváltási tervet hozott létre. Ebben a terve belefoglalta hány embernek a lelkét? Hányit? Mindenki. Mert úgy szerette Isten e világot, ugye, mindenki, hogy az ő egyszülött fiát akarta, valaki, bárki, hisz ő benne, az ne veszel el, hanem örök élete legyen. Mindenki ebben bele lett foglalva. Szintén itt a zsidókhoz írt levél a második részének a 9. verse azt mondja, azt mondom, ha látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedésért, dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Tehát mindenki számára ez el lett készítve. Aztán, ez a terv
biztosítja, hogy a megváltó kifizette a megváltás teljes árát. Tudjátok, ma sok mindenben keresik az emberek azt, hogy nem lehetne valamit úgy megvásárolni, hogy ne fizessük ki a teljes árát. Nincs valami diszkont. Nem lehet még valamit. És hát milyen nagy öröm, hogyha azt mondják, hogy kettőt kapsz egynek az áráért. Amikor a megváltási terv elkészült, és Jézus Krisztus kifizette a megváltásunk árát, teljes árat fizetett. Nem diszkont. Teljes árat. Nem az volt, hogy nem lett volna elég, hogyha az ülős csak előd a földre, itt eltölt egy néhány évet, elmond egy pár jó tanítást, megmutatja, hogy arra van az út a mennyország felé, és ezzel elment. Nem lett volna teljes ár. Vagy nem lett volna elég, ha a Getsemáné kertben, ott szenvedett, gyötrődött, és a Getsemáné kerti szenvedéssel befejeződik ez az egész, és ő elmegy a mennyországba. Vagy nem lehetett volna, hogy a kereszten csak addig legyen ott, amíg nem kezd nagyon fájni. És nagyon gyötrelmesnek lenni. És hívja a 12 sereg angyalt, hogy most már mehetünk haza, elég volt ebből. Nem. Teljes árat fizetett az Úr Jézus Krisztus. A teljes árat. Nem volt semmi engedmény ebből, azért, hogy nekünk megváltást szerezzen. És nagyon hálásak lehetünk azért, és el is mondhatjuk az Úr Jézusnak minden nap, hogy köszönjük Urunk, hogy teljes árat fizettél. Persze, hogyha ő teljes árat fizetett, akkor nekünk vajon milyen kellene legyen az odaszállásunk ő felé. Teljes kellene. Mert hogyha az ő részéről ilyen volt ez, akkor valahogy nem jön jól ki, hogyha mi próbálunk engedményeket kérni, és azt mondjuk, hát nem lehetne csak úgy fél szívvel, vagy fél szájjal szolgálni őt, követni őt. Hát, hogyha így is megy. Nem? Jézus teljes árat fizetett, és nagyon szép az, és ezt kérjük tulajdonképpen, hogy mi teljes odaadással, teljes odaszállással kövessük mi is őt. Tehát miért kell foglalkozni a lelkekkel, miért kell törődni a lelkekkel? Azért, mert Isten is törődik a lelkekkel. Egy második válasz azért, mert megáldott minket az Úr, aki törődik velünk, és megbízott, hogy ezt tegyük. Áldásának a célja az volt, hogy továbbítsuk azt. Ez egy általános elv a Bibliában, hogy amikor Jóisten megáll, az azért teszi, hogy te továbbítsd azt, hogy légy egy közvetítője az ő áldásának. Egy példát hozzak, Ábrahám. Amikor Ábrahámot Isten elhívja, nekem viszont szól hozzá. Mózes első könyvének a 12. részében olvassuk. Elmondja neki, hogy ő áldás kap tőle Istentől, de egyúttal neki áldást kell közvetítenie, továbbítania. Azt mondja itt az Úr Ábrahámnak, hogy eredj ki a te földedből és a te lakosságod közül és a te atyádnak házából a földről, mert én mutatok neked, és nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldalnak, és akik téged átkoz, megátkozom azt, és áldott, és megáldottak te benned a föld minden nemzetsége. Mi Ábrahám utódai vagyunk. Hibával. És Isten azért áldott meg bennünket például megváltással, hogy mi közvetítői legyünk mások felé ennek a megváltásnak. Mi nem tudjuk megváltani, de közvetíteni tudunk. Embereket összehozunk a Jóistennel. A megbékéltetés szolgálata, mondja Pál apostol a korintusoknak. Tehát azért áldott meg Isten, hogy mi is áldást közvetítsünk, azért törődött Isten a mi lelkünkkel, hogy mi is elkezdjünk törődni a lelkekkel, mert ez a mi feladatunk. Az élet olyan, hogy ha itt nem menekülsz meg, akkor örök elveszel. De ha megmenekülnél, nem kellene azon lenni, hogy mások is megmenekülnek? Az élet sok területére el szokták mondani, hogy érvényes az az el, hogyha felnyitottál a liftre a 10. emeletre, csukd be az ajtót, hogy mások is feljöhessenek. Akár üzleti életben, akár oktatásban, sok más területen ez érvényes. De vajon a lelkiekben nem érvényes, hogyha te eljutottál
az üdvösségre. Nem kellene úgy tenni valahogy, hogy mások is eljussanak hozzá. Vagy, másik példa, van úgy, hogy szeretett vendégség van, itt az imaházán is. És van úgy, hogy ilyen svéd asztal rendszerben történik, tehát vannak asztalok, székek nincsenek, állófogadás, és mindenki oda megy az asztalhoz, és onnan vesz a tányérra minden finomságot. Csak hogy azt történik, hogy akik először odaérkeznek az asztalhoz, megtöltik a tányért, és ott maradnak. És szegények, akik nem jutottak oda, hogy elsőként az asztalhoz eljussanak, ők már nem tudnak hozzáférni, mert azok, akik ott vannak az asztal között, nem mozdulnának el, hogy hagyjuk, hogy mások is hozzájussanak. Ha mi az üdvösséget elértük, akkor valahogy csináljuk már úgy, hogy mások is hozzáférjenek. De nem úgy, hogy hagyjuk magunkat, majd megtalálják magunknak szegények, hanem úgy, hogy mi azt mondjuk, gyertek, itt az üdvösség, itt a lehetőség. Megtaláltad? Törődj másoknak a lelkével is. Ha a te lelked most már jól van, végre minden rendben van, megtértél, üdvösséged van, az örök élet vár, akkor ne csak annyit legyen, hogy de jó nekünk, hanem próbáljuk megtenni mindent azért, hogy mások is hozzájussanak. A Római Levél 10. részében olvasunk valamit, ami ide utaló, a 13., 14. és 15. vers. Azt mondja végtelen Pál apostol. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, aki bennem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáció nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha ellen küldettek? Tehát feladat. Hogy jutnak hozzá az emberek, ha valaki nem mond nekik semmit erről? Ez feladatunk, és éppen ma együtt voltunk, és gondoltunk az előttünk álló útra, mint gyülekezet, legyen előttünk hangsúlyozottabban ez a feladat, hogy valahogy tegyük lehetővé, hogy még sokan meghallhassák az evangéliumot. Miért törődjük a lelkekkel, mert Isten is törődik? Azért, mert Isten megáldott bennünket, hogy továbbítsuk az áldást. Aztán törődjük a lelkekkel amiatt, amivel szembesül a Krisztus nélkül élő ember. Minden lélek Krisztus nélkül el van veszve. Ítélet alatt. János evangéliumában a 3. részben, amikor az Úr is beszél Nikodémussal, akkor erre utal. A 18. vers azt mondja, aki hiszen ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. A 6. vers, aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Nagyon szomorú annak az állapot, aki el van messze. Minden elveszett ember megtérés és hit nélkül örök kárhozatra és nyomorúságra van ítélve. A Jelenések könyvének a végén, a 21. rész 8. versében azt olvasjuk, a gyáváknak pedig is hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűnbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Minden elveszett életnek nagyon szomorú a jövője, és emiatt törődünk el a lelkekkel. De hálósak vagyunk arra gondolni, hogy hát az örökké valóságban mi lesz ezekkel a szerencsétlen emberekkel, jó lenne, ha megtérnének, stb. Ez így igaz. De még a fő életben sem jó a dolog. Hát az elveszett embernek a sorsa most is rossz. Most sem boldog. Milyen jó lenne, ha nem csak az örökké valóságban lenne boldog, hanem már itt a földi életben is hát egy boldog, beteljesedett életet élhetnének ezek az emberek. Ézsaiás próféta erről ír. A 57. rész 20. és 21. versek azt mondja, és a hitetlenek olyanok, most arról beszél, ami most van jelenben, olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik, és amelynek vize iszapot és sárt hány ki. Nincs békesség, szól Istenem a hitetleneknek. Ilyen a hitetleneknek. Nincs békessége. Háborúba lelkében, van úgyhogy jobban, ez látható, van úgyhogy kevésbé, de nincs békessége igazán itt a Földön, azoknak az embereknek. És ezért kellene törődnünk a lelkekkel, hogy üdvösséget jelenek, mert nagyon rosszak a kilátásaik, ami a jövőjüket illeti, de még itt a földi életben is nagyon rossz a helyzetük.
Miért kell törődnünk a lelkekkel? Isten is törődik, mert Isten megáldott bennünket, hogy továbbítsuk az áldást. Amiatt, ami vár azokra, akik elkáboznak, és még egy negyedik válasz erre a kérdésre, mert az Úr munkája előmenetelének egyik alapja ez. Amikor törődünk a lelkekkel, megpróbáljuk megnyerni őket Krisztus számára, és az örökké valóság számára, és ez a lelki munka. Ha nem törődünk a lelkekkel, nem megy a lelki munka. Egyáltalán beszélhetünk lelki munkáról, ha nem törődünk a lelkekkel? Én nem hiszem. Beszélhetünk egyesületről, klubról, valamilyen szervezetről, de lelki munkáról nem beszélhetünk. Beszélhetünk aktivizmusról. Nagy veszély gyülekezetben is az aktivizmus, hogy csináljuk, de nem törődik a lelkekkel, csak úgy aktiválunk, hogy hozzánk van egy. Ha viszont törődünk a lelkekkel, akkor történik a lelki munka, és ahogy mind jobban teszük ezt, és kezd kibontakozni mind jobban, azt látjuk, magunkon észreveszünk, hogy mind jobban bekapcsolódtunk Isten országának a terjesztésébe. Vannak itt fiatalok, vannak itt középkorúak, idősebbek, és akárkiről lenne szó, próbáld ki, és lehet, hogy már tudod is, mert tapasztalatból tudod. Minél jobban belekerülsz a lelki munkába, annál jobban látod azt, hogy Isten téged használ, akar használni, és ott találod magad, hogy Isten országának a terjesztésében aktív vagy, és tevékenykedsz. Erre hívott el bennünket Isten. Ezért nem tudjuk még minket haza. Itt tart minket, még egy idejük, hogy ezt tegyük. Törődjük a lelkekkel. Törődjük a saját lelkünkkel, mert ha ezt nem tesszük először is, nem vagyunk jól lelkileg, akkor nem beszélhetünk arról, hogy nagyon bele kell merülni abba, hogy mások lelkével törődjünk. Először a miénkkel, hogy az legyen jó. Legyen rendben, legyen tiszta, legyen Isten szerinti, az életünk, legyen megváltott a lelkünk, és akkor törődjünk másoknak a lelkével is. Mit használ az embernek az egész világot megnyerni, de lelkében kártal? De ha a lelkében nem van kárt, ha a lelkében üdvösséget nyer Jézus Krisztus által, akkor Krisztusban ezt a világot nyeri meg? Nem. Hanem azt mondja az ige, Krisztussal együtt Isten mindent. És élhetünk egy beteljesedett életet az ő dicsőségére. Testvérek, bátorítson ez az ige arra, hogy törődjünk magunk és mások lelkével. És ne felejtsük el, a kevésbé lelki dolgok, ha nem vigyázunk, hajlamosak arra, hogy kiszorítsák a forgalomból a lelki dolgokat. Ez egy törvényszerűség. Ennek nem kell engedni. Hanem határozzuk el, hogy éberek vagyunk, hogy észreveszünk magunkat, és rajta kapjuk magunkat azon, hogy mennyire nagy a forgalom az életünkben, de ez mind a lelki dolgoknak a forgalma. És kiszorították a lelki dolgokat, akkor jöjjünk ismét az Úrhoz, és kérjük őt, hogy állítsa helyre életünket, tegye a megfelelő sorrendben a dolgokat, és lehessenek a lelki dolgok az első helyen. Amen. Kérjük ezt az Úrtól, hajjon ő meg az Úr figyelmünk, és életben mindjárt fohászkodjunk, valósan kérem, hogy fohászívó testvéri imádkozzatok.